Ez a Villás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, lapszemlézünk egyet, a napi.hu azzal indítja a napot, hogy megemlékezik egy évfordulóról. 10 éve történt a magánnyugdíj államosítás, és hát azok, akik nem dőltek be, hát mondhatni igen, a kormány fenyegetésének, ott azért eléggé ment a riogatás, hogy majd ez lesz, meg az lesz, ha nem lépsz át, azok gyakorlatilag milliókat nyertek. Ezernél is többen döntöttek úgy, hogy maradnak, pedig már 10 évük sem volt hátra a nyugdíjig. Az idő őket igazolta, ugyanis a többségük most 100%-os nyugdíjat kap, emellett pedig átlagosan milliós nagyságrendben kapott készhez reálhozamot. Erről szól tehát a cikk, és ezt lehet itt böngészni a napi.hu-n, hogy hogyan alakultak ezek a számok. A 24.hu-n a Szülői Hang Egyesület felmérése az egyik fontos cikk. Ez azért érdekes, mert két nappal ezelőtt volt a 444-en egy hasonló írás, szintén erre a felmérésre hivatkozott, legalábbis részben, az egy tágabb spektrumú írás volt arról, hogy mi a helyzet az iskolákban most a járványhelyzetben, és itt is ezt a felmérést idézik. Egyébként én rákerestem, és nem találtam a Szülői Hang Egyesületnek az oldalán. Itt viszont sokkal részletesebben idézik ebben a mostani reggeli 24-es cikkben, mint két napja a 444-en. És abból az derül ki, hogy a távolságtartás az, amit legkevésbé tartanak be, a maszkviselés sem elegendő, a kontaktkutatás és tesztelés gyakorlatát is 70% kifogásolja, és 57% jelezte, hogy fertőzés esetén elmarad a távoktatás és a karantén elrendelése. Az pedig már jóval korábban a 444-es cikk még csak azt írta, hogy nagyon-nagyon megosztottak a szülők a digitális oktatás tekintetében, a hibridet támogatnák talán a legtöbben, viszont az már látszik, hogy az elsöprő támogatás, amely az iskolai, tehát a fizikailag bent levő oktatást preferálta még szeptember elején, illetve még közepén is, az már elillant, tehát most már a szülőknek a nagyobb része szeretné, hogy valami változás, valami szigorítás legyen etéren is, mint tudjuk, egy erről szó sem lehet, legalábbis a kormányzati kommunikáció erről szó, és nem csak a kommunikáció, hanem ugye a döntés sem született erről. Szóval ennek a felmérésnek a részleteit lehet nézni a 24.hu-n, és akkor visszautaltam az, hogy mi történik a sulikban, meg hogy mennyire hiányos a tájékoztatás, sőt, van titkolózás is, tehát a szülőket nem értesítik arról, hogyha vannak fertőzöttek, hogyha mondjuk egy fertőzöttel került szorosnak tűnő kontaktba a gyermek, akkor sem értesítik, és próbálják ugye minden eszközzel minél tovább fönntartani a tanítást, mert hogy ez az elvárás az iskolákkal szemben, és ennek próbálnak megfelelni az igazgatók is, nagyjából ez derül ki, így lehet ezt összefoglalni, és azt mondja, melyik volt a másik. Igen, a G7-nek ilyen adatbányász cikke volt arról, hogy a visegrádi országokban, milyen az egyes országokban a járvány lefutása. Ez azért érdekes kérdés, mert Madár Istvánnal is beszéltünk arról, illetve egy komoly kérdésként fölmerült, hogy van-e értelmük, vagy hogy hatnak-e ez úgynevezett szelektív lezárások, ez a szelektív lockdown, amivel azt próbáljuk megelőzni, azt próbálják egyes országok megelőzni különböző szigorításokkal, hogy ne kelljen a nagy leállásba beleszaladni, mert az nagyon durán megviseli a gazdaságot, és Csehországban és Szlovákiában már látszanak-e a szigorítások eredményei, Magyarországban viszont még nem. Ugye Magyarország nagyjából most szigorított egy ilyen szelektívet olyan járványadatok mellett, amelyekhez hasonlók mellett több ország már a teljes, vagy a teljeshez közeli leállásban van, és nyilván mindenki az érdekel, hogy, hogy ezzel a überlaza védekezési stratégiával hogyan sikerül megfékezni a járványt. Szóval ezzel kapcsolatosan, a visegrádiak védekezésével kapcsolatosan érdekes adatok, ahol a legdurább a helyzet, ugye a legmagasabb egész Európában a egy, vagy a 100 000 lakosra jutó halálozás száma, az Csehország, ott már az esetszámokban elindult a visszaesés, már a 7 napos mozgóátlag is szépen lefelé tart, és Szlovákiában is ez már megkezdődött, és ugye ott a nagy tesztelés miatt valószínűsíthető, hogy azért valamilyen szinten ez
folytatódni fog. A magyar és a lengyel viszont vadúvágtat továbbra is fölfelé, és Lengyelországban vannak a komolyabb intézkedések, nagyjából ez látszik, de sok-sok adat táblázat, hogyha valaki ezt akar elemezgetni, érdekes egyébként. Tehát igazából tök teljesen egyértelmű következtetést ezekből sem lehet levonni. Annyit talán igen, hogy azért a teljes, vagy a minél a durva lezárások azok, amik igazából biztosan segítenek, a szelektívre tényleg nem egyértelmű, hogy hatnak-e. Portfolio.hu még így a végére a forint gyengülésével foglalkozó cikket találtam. A címe, hogy miért nem védi az MNB a mélypont közelébe zuhant forintot, azt még egyelőre nem láttam erre a választ, viszont annak, aki érdeklődik, hogy az MNB mit tehet ilyen helyzetben, milyen eszközei vannak, hogyan zajlik és mikor lehetséges interveniálni az árfolyam érdekében, ezt megteszi-e időnként, avagy nem. Pletyók vannak például, hogy a mostani csúcsnál is lehet, hogy belépett, hogy egy picit hűtse a kedélyeket. Most meg itt az elnökválasztási hírek környékén, ahogy a tőzsdék fölmentek, ugyanúgy a forint is erősödött némiképp, ugye, mint fejlődő deviza, az arany esett, a dollár erősödés megszűnt, tehát az összes ilyen menekülő meg parafaktor most risk-on üzemmódba váltott, hogy ezzel a remek kifejezéssel éljek, és ennek köszönhetően a forint is erősödött, tehát a forint és a jegybank kapcsolatáról lehet, tehát a portfolio.hu ma reggel cikket olvasni. Hey,